volt Krúbi első aréna koncertje, ahol több órás sorokban várták a fanok, hogy beengedjék őket. Mi pedig eljöttünk megkérdezni, hogy mit gondolnak arról, hogy mostanában a közönség soraiból zúg a mocskos Fidesz, a Noir Beefről és a Krúbi Univerzum egyéb jelenségeiről. Mióta vártok itt? Két órája. Igen, kettő órája. Fél öt óta. Három órája körülbelül. Két órája vagyunk itt. Kettő és fél talán. Egészen Sopronból utaztunk idáig, hogy itt lehessünk ma. Sopronból, Sopron és Sörrel. Én Debrecenből jöttem, szóval volt egy kellemes vonatút. És miért vártak három órát? Mit vártak ennyire? Én sok Krúbi koncerten voltam már, de szerintem tényleg ez hatalmas lesz, és megéri végén ezt az egészet. Igazi hazafiként kötelességemnek érzem, hogy jelen legyek az új uralkodó koronázási szertartásán. Mit szerettek Krúbiba, vagy mit ad nektek a zenéje? Amúgy... A dalszövegek. Azt, ami bennem van, ő meg tudja fogalmazni, és így teljesen felszabadító. Szabadságot és olyan érzetet, hogy szabadok vagyunk, amúgy szabadok vagyunk, meg igazából kiszabadulunk magunkból is azt. Olyan zenei megoldásokkal dolgozik, ami szerintem nem csak, hogy Magyarországon páratlan, hanem világszinten. Krúbi soha nem okozott nekem csalódást, szóval így mindent. Én is imádom Krúbit, 12. koncerten van 8 pólóm, a tornazsák, a bögre, a naptár, a matrica, meg a kulcstartó. Remélhetőleg most már bakarítet is veszek. De... Mindent, tehát hogy amikor van egy rossz napom, és beindítom, és elkezdem hallgatni. Egyben jobb napom lesz. Mit gondoltok arról, hogy mostanában zúg a mocskos Fidesz csomószra koncerteken? Irónia vagy? Hát én imádom igazából, én egyetértek az egésszel. Hát most ezzel mit... Szerintem ez a mi fiatalságunknak így az egy ilyen közös pontja, hogy így ezt toljuk. Rajtunk is narancssárga nyakkendő van, de hogy őszinte legyek, én annyira nem szeretem, mert szerintem ennél sokkal fontosabb dolgokról szólnak a dalszövegei, ennek ellenére lehet egyetértünk az üzenettel. Nyilván van egy csomó ingerültség az országban, egy olyan ellenzékben, vagy egy olyan fiatalságban, aki nagyon régóta nem tudja érvényesíteni az akaratát a választásokon. Én mondjuk nem szoktam ilyeneket kiabálni. Mostában nagyon-nagyon böki a csőröm, hogy a Megafon jön velem szembe minden egyes Facebook posztba, szóval ja, nem kéne már. Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! A legjobb része a Mocskos Fidesz, mert így az ember így poénból mondja, hogy Mocskos Fidesz, és ugye a Klub is elmond az interjúban, hogy ő csak állít egy tényt a rendszerről, hogy ő nem azt mondja, hogy a szar a Fidesz vagy a Fidesz, hanem ez a lényeg, hogy a Fidesz van. És nyilván, hogy aki a Krúbira elmegy, az ilyen ellenzék, érzem, hogy én is az vagyok. Csúdló minél, hogy a háttérbe állett, de Krúbi, hogyha látjuk kicsit néhányszor bele a témába. Karzonkóma a legjobban benne van, meg van, aki még jobban benne van ettől, de... Tisztáljuk. Igen. Bele kell állni, saját döntése, ahogy mondtam, saját döntése. Igazából nem az a lényeg, hogy mennyire áll ki mellette, mert mindenki azért jön, hogy milyen szövegeket ír, és ha úgy fogalmazza meg, akkor mindenkinek a szövegévé válhat. Nem értek egyet a Krúbival, hogy ő nem politizál a repébe, pedig szerintem pont, hogy politizál a Krúbi, de a Krúbi is nagyon is egy ilyen releváns tényező a politikában. Nem minél, hogy megváltoztatja a politikát a zenével, viszont van hatással így a tömeggondolkodásra. A Krúbi szerintem egyenlő nem az ellenzékkel, viszont azzal, hogy ez a rendszer, ez rossz itthon, és más kell. Amúgy szerintem tök jó, hogy van valaki, aki így... kiáll ezek, vagy hát ez a vélemény mellett, és hogy van valaki, aki ezt így meg is hangoztatja, és nem csak így sutyorogjuk a sarokba, hogy fú, nekünk ez nem tetszik, hanem valaki kiáll érte. Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Tudnia kell, főleg egy ilyen nézőszámmal rendelkező előadónak, hogy nagy befolyással van a hallgató tömegére. Volt egy interjúja a Krúbinak, és így arról volt szó benne, hogy Noáron cringe-el. Hogy erről ti mit gondoltak, ti cringe-eltek Noáron? Természetesen. Annó egyébként hallgattam, még mikor nagyon ilyen ballipsi korszakomat éltem, hallgattam a Noár, de most már nem. De egyébként szerintem ez egy jó vicc, tehát nem kell ezt túl komolyan venni. Néztem a Starbucksot, hiába ütött ki mindenki, kicsit idegesített, szóval amúgy. Igen, cringe. Remélem Krúbi kihívja. Noárnak teljesen irreleváns a reakciója, legalábbis a megsértődése, mert hogyha a Mini Krúbit úgy értelmezzük, mint egy kis önirónia, illetve önkritika, akkor azt mondja a Krúbi, hogy
jó lenne túltennie magát a cringelésen. Mindenképp egyetértek a szándékával és a kezdeményezésével, a megvalósítása az, ami cringe. Viszont a Noir legalább tesz valamit érte. Ő föl kell reggel, lehet, hogy a maga cringe mondján, de ő valamit csinál azért, hogy legyen itt más Magyarországon. Cringe, de legalább csinál valamit érte. Lányként milyen érzés szexista szövegeket énekelni, még ha tudjátok is, hogy mondjuk ez ironikus. Én ezt poénnak veszem, tehát hogy nem komolyan éneklem őket, és lehet rajta jókat nevetni. Tehát, hogy szerintem azt ő is elmondta jó párszor, hogy nem komolyan gondolja. Tehát, hogy tényleg ironikus. Én például nem szeretem a Tárgyalás a nők vezérigazgatójával című számot, és lehet ezzel egyedül vagyok, de én kényelmetlenül érzem magam, amikor a Krúbjáról énekel, és nem feltétlen ezért, mert hogy ő ez nyilvánvalóan vízből szállja, de úgy érzem, hogy a közönség egy része nem. Pontosan tudom, hogy ironizál, ezért szeretem, mert nagyon nagy, pont egy hangsúlyt fektet arra, hogy ez nem működik, pont azért, mert ekkora iróniát rak az egészre, én ezért szeretem nagyon. Szerintetek a közönség egész részének lejön, hogy az irónia? Biztos, hogy nem. Egészen biztos, hogy közeli ismerőseim közül is van olyan, aki nem vágja, hogy ez irónia. De hogyha megnézzük ugye az újabban a harmadik Rubin, a Tárgyalás a nők vezérigazgatójával című klipet, annak az eleme, hogy ő ezt ironizálásból csinálja, de már lassan ő se tudja eldönteni, hogy ez így van-e. A többség az érti meg, hallani benne az iróniát, tehát hogy már annyira egy ilyen parodizált részben van, hogy aki ezt nem érti, ott azért kicsit probléma van szerintem.